A képviselők egyetértettek a 2011. évi költségvetés módosításával, amely technikai átvezetéseket tartalmazott a pénzügyi terben, a fő számokban nem történt változás. Ezt követően Ináncsi Tünde előterjesztésében a 2011. évi takarékossági intézkedések tapasztalatairól tárgyalt a Grémium. A város jegyzője ismertette, hogy az év elején összesen 100 millió forint megtakarítás szabott meg a polgármester a város költségvetésében, amely feladatot együttműködve a polgármesteri hivatal dolgozóival, az intézmények vezetőivel, átszervezésekkel és különböző megszorításokkal sikerült úgy teljesíteni, hogy jelentősebb létszámleépítéseket és munkahelyek megszüntetését elkerülték. Szakó Nészik orsolya, pénzügyi csoportvezető ismertette, hogy 9 hónap pénzügyi adatai állnak rendelkezésre, a pontosabb elemzést majd a zárszámadásban szerepeltetik. Bobko Géza pénzügyi bizottság elnöke szerint nehéz most megítélni a kimutatott 118 millió forintos megtakarítás valódiságát, mert vannak még folyamatban lévő ügyek, a különböző kötelezettségeket tartalmazó szerződéseknek a felbontásából pedig későbbi időpontban származhatnak esetleg pénzügyi követelések. A képviselő megjegyezte, hogy a dolgozók száma nem csökkent jelentős mértékben, hiszen egy részüket közfoglalkoztatás keretében alkalmazzák. Eves János a munkavállalók kafetéria juttatásának kifizetéséről érdeklődött, amire válaszul ináncsitünde közölte, hogy kettő havi összeget tudott a munkáltató teljesíteni, míg a tűzoltók hozzájutottak a ruhapénzhez és az üdülési támogatáshoz. Egeli Zsolt ezt kiegészítve közölte, hogy az önkormányzat idei költségvetésébe betervezték ezt az összeget, amit a város adósága miatt nem tudtak realizálni, így fizetési kötelezettségként jelentkezik. Heves János porhintésnek nevezte a 118 millió forint megtakarítás valódiságát, aminek alátámasztására elsősorban a személyi járandóságoknak feltüntetett 45 millió forintot említette. Az előterjesztés szerint összességében 7 fővel csökkent a létszám, ami ennek alapján fejenként 6,5 millió forintot jelent, ami véleménye szerint valótlan összeg. Heves János kifogásolta, hogy képviselőként a közmeghallgatáson értesült arról, hogy az ondi iskoláért 26 millió forintot fizetett a református egyház az önkormányzatnak, és ez nem került a testület elé, de még tájékoztatást sem kaptak erről. Ináncsitünde visszautasította Heves Jánosnak a megtakarítása vonatkozó minősítését, majd a képviselő az Ondi iskolával kapcsolatos érdeklődésére Barva Attila aljegyző válaszul közölte, hogy az épület az önkormányzat tulajdona volt, és azt jogszabály alapján adták vissza a református egyháznak. Nyíri Tibor ehhez megjegyzésként hozzáfűzte, hogy Ondon hét iskoláskorú gyerekből csupán három maradt volna, ezért a tagintézményt be kellett zárni, az épület azonban itt maradt, amit felajánlotta a Református Egyház közösségi célokra. Ekkor jelentkezett Heves János ismét hozzászólásra, azonban az ülést vezető Egeri Zsolt a szervezeti és működési szabályzatra hivatkozva nem biztosított véleménynyilvánítási lehetőséget a képviselőnek, ezért Heves János távozott az önkormányzat üléséről. A testület megtárgyalta a borsod ZRT előterjesztését a 2012. évi víz- és csatornadíjakra, ami nem tartalmazott emelést és elfogadta az állami támogatás igényéséhez szükséges határozatot. Ennek alapján 2012-ben az ivóvíz köbméterért a lakosságnak nettó 424 forintot, a közeleti fogyasztónak nettó 459 forintot kell fizetnie, míg a csatorna használat díja 559 forint köbméterenként. Ehhez kell még hozzászámolni az általános forgalmi adót, ami 2011-ben 25% volt, azonban az idén 27%-ra nőtt, tehát a lakossági terhek az ivóvíznél és a szennyvíznél köbméterenként plusz 2%-kal mégiscsak emelkednek. 2012. évi szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítására tett előterjesztés vitájában elhangzott, hogy a Zempléni hulladékkezelési közszolgáltató Kft. 2011. november 18-án megtartott gyűlésén 80,1%-os többséggel fogadta el a díjakra vonatkozó javaslatot. A szerencs képviselője nem szavazott. Egeri Zsolt ismertette, hogy 2012. augusztusban lejár a céggel kötött közszolgáltatási szerződés, a lakosság által ki nem fizetett díjnak az összege 11 millió forint, amit az önkormányzatnak kellene teljesítenie, valamint hulladékudvart csak szerencs működtet, amiért 650 ezer forint díjat fizet havonta. A város 10 millió forinttal tartozik a társaságnak, amely összeg veszedése érdekében adóságrendezési eljárást indítottak. Takács István javasolta, hogy ahol emelkedés van a díjakban, azt ne fogadják el, ezzel ne terheljék a lakosságot, ezt a két és félmillió millió forintot spórolja meg az önkormányzat. Az előterjesztők válaszaiból az is kiderült, hogy a hulladékudvar fenntartása nem kötelező feladat, van lehetőség annak a szüneteltetésére, ugyanakkor az IHK Kft. jogerődje bérleti szerződés kötött az ingatlanon lévő épületekre, amit 20 évre előre kifizetett. Ez biztosította a hulladékudvar pályázatához szükséges önkormányzati önerőt. A képviselők úgy határoztak, hogy a lakossági hulladékszállítás díjában történő emelés összegének a megfizetését átvállalja, így jövőre is a 2011-es árak maradnak érvényben a 60 és 120 literes kukák ürítésénél. Ugyanakkor a számítás alapjáló szolgáló képletben még ismeretlen a 2012-ben fizetendő igénybevételi járulék, és itt is számolni kell a 2%-os általános forgalmi adó növekedésével, amit a lakosságnak kell megfizetnie. A képviselőtestület tájékoztatót hallgatott meg a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkájáról. Takács István Mihály 2011. július 20-a óta tölti tisztséget. A társaság nehéz pénzügyi helyzetben van, melynek következtében nem tud határidőben eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, ezért folyamatosan számolniuk kell a szállítói tartozásokkal. Takács István Mihály kiemelte, hogy 2011. szeptember 1-től átszervezték a főzőkonyhákat, amelynek során az egy konyha kialakítását valósították meg. Az Országos Egészségpénztárral 2011. október 24-én írtak alá szerződést, így november 1 a 18 év alattiak gyógyúszása biztosított a településen. A tevékenység bővítésére kérelmet nyújtottak be a Szerencsi ANTS-hez a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati ellátásokra, iszappakolásra, színsavas fürdőre, víz alatti vízsugármasszázsra, víz alatti gyógytornára. Hangzott el az ügyvezető előadásában. Az ellátásokra azonban még várni kell a tárgyi eszközök hiánya miatt. Az ügyvezető javasolta a képviselő testületnek, hogy az étkeztetésekből származó bevételeket a befizetés követően utalják át a KFT-nek azért, hogy a beszállítók számláit időben ki tudják egyenlíteni. Takács István Mihály javasolta, hogy az önkormányzati épületeket, intézményeket takarítók kerüljenek vissza az intézményekhez. Gál András gratulált az ügyvezető eddig elért eredményeihez, és örömét fejezte ki a gyógyúszás beindítása miatt. A jogi és ügyrendi bizottság elnöke szerint is vissza kell helyezni a takarító személyzetet az önkormányzati intézményekhez. Külön napirend keletében foglalkozott a testület a Szántói Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatának módosításával. Bobko Géza igazgató főorvos indoklásul közölte, hogy az új szolgáltatások, szakrendelések, az egynapos sebészet, valamint a kuraszerű terápia az otthoni szakápolási szolgálat beindításához szükséges a működési engedély bővítése, amelyet a testület egyhangulag elfogadott. Az időskorúak gondozóháza további működtetéséről is határoztak a képviselők. A gyémánt kapú idősek otthona nonprofit KFT ügyvezetője ajánlatot tett szerencsváros önkormányzat által fenntartott időskorúak gondozóháza működtetésének az átvételére. A gondozóház szerencs területén élő időskorúaknak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg embereknek biztosít ellátást, akik önmagukról nem képesek gondoskodni. Az intézmény fontos szerepet tölt be az ellátó rendszerben, hiszen kapocsként működik a házi segítségnyújtás és az ápolás nyújtó intézményi ellátás között az öt éves működése alatt 86 fő átmeneti elhelyezéséről gondoskodott. A szolgáltatás iránt egyre nagyobb az érdeklődés, mivel a várólistán folyamatosan 5-10 fő várakozik felvételre. Hangzott el Porkolább bíráni tájékoztatójában. A Szociális Iroda vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy foglalkoznak a bővítéssel, fejlesztéssel, amire három lehetőség kínálkozik. A meglévő alapterület bővítése nélkül a helyiségek belső átalakításával az emeleten négy-hat férőhely kialakítására nyílik lehetőség, amellyel 30-40 százalékos növekedés érhető el. Megvizsgálható a gondozóház alapterületének a bővítése is, amelynek megvalósítása újabb 10 férőhelyet jelentene. A harmadik megoldás pedig a szolgáltatás átadása egy külső fenntartónak. Bobko Géza kiemelte, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta a gyémánt kapu idősek otthona non-profit Kft. ajánlatát, azonban arra a döntésre jutottak, hogy nem szerencsés a gondozóházat privatizálni, mivel a jelenlegi 30 ezer forintos térítési díj 80 ezer forintra emelkedne, valamint kettő-három dolgozót biztosan elbocsátanának. Bobko Géza többek között szólt arról, hogy az idősek klubja is ebben az épületben működik, a magánosítás követően pedig az önkormányzatnak 25 fő elhelyezéséről is gondoskodnia kellene. Bobkogéza hangsúlyozta, hogy az intézmény működtetése maradjon továbbra is az önkormányzati, és pályázanak az épület fejlesztésére, korszerűsítésére. Kisatilag kiemelte, hogy az önkormányzat nem akarja privatizálni a gondozóházat, azonban költséghatékonysági szempontok miatt szükséges átterveztetni az épületet. A képviselőtestület az intézmény megtartása és korszerűsítése mellett döntött. Mát önkormányzatának csatlakozásáról határozott a képviselőtestület a szerencsés környéke orvosi ügyeleti társuláshoz. Porkolá Bélán ismertette, hogy Szerencsváros önkormányzata 1997. február 3-án társulás ételhozásában állapodott meg Bekecs, Legyesménye, Mezőzombor, Meggyasszó, Prügy, Taktakenész és Alsódobsza települések önkormányzataival közösen alapvető egészségügyi ellátás keretén belül nappali és éjszakai sürgősségi orvosügyeleti szolgáltatás biztosítására. A szociális iroda vezetője szólt arról is, hogy Monok önkormányzata is csatlakozni kívánt a társuláshoz, azonban ezt az önkormányzatok elutasították, elsősorban házi orvos hiánya miatt. Bobko Géza hangsúlyozta, hogy a sürgősségi orvosi ügyelet keretében a jelenleg működtető társaság kiváló orvosai, szakemberei 25 ezer ember ellátásáról gondoskodnak délután 3 órától, másnap reggel 7 óráig. Bob Géza kiemelte, hogy a társulási tagok bővülésével szerencsén kevesebb idő jut majd a betegekre. Kisatilla közölte, hogy a belépő településnek hoznia kell a házi orvosait, így 18 naponta kell ügyeletet ellátnia a környező települések doktorainak. Nyíri Tibor arról érdeklődött, hogy volt-e már példa arra, hogy az ügyelet működésének idej alatt ütköztek egymással az ellátások. Bobko Géza válaszul közölte, hogy sürgősségi esetekben nincs protekció, az egészségügyi szakemberek állítják fel a sorrendet betegségtípusok szerint. A testület tájékoztatót hallgatott meg a Szerencsi Ifjúsági Információs Pont tevékenységéről. Király Judit többek között szólt arról is, hogy az ifjúsági pont 2006. január 1-én kezdte meg a működését pályázati támogatással a községi fürdőben. 2011. januárjában azonban jogszabályi változás miatt rövid ideig nem lehetett közcírú foglalkoztatottakat alkalmazni, így fennállt a veszély, hogy be kell zárni az információs pontot. 2010 végén azonban megkezdődött a Rákóczi vár felújítása, így a munkák idejére az ifjúsági pont helyére könyvtári szolgáltatási pontot alakítottak ki azért, hogy az olvasók hozzájussanak a kötetekhez. A képviselőtestület döntött Szerencsváros önkormányzata által fenntartott nevelési, oktatási intézmények igazgatói álláshelyének pályázatainak a kiírásáról. Nyíri Tibor a napirendhez szólva kiemelte, hogy a nevelési oktatási intézmények átalakításának eredményeként két általános iskola és az általános művelődési központ jött létre a településen, amelynek igazgatóit 2012. június 21-ig bízta meg az önkormányzat. Az új pályázatról pedig 2012. májusában szükséges döntenie az önkormányzatnak a testület tájékoztatót hallgatott meg a közművelődési tanácsnok munkájáról. Gál András kiemelte, hogy a tanácsnok dicséretet érdemel azért, hogy külön juttatás nélkül vállalta és végezte a munkáját. Bobko Géza szerint kevés volt a fél éves tanácsnoki kinevezés, ezért javasolja a jövőben az egyesztendős megbízatást, amit a képviselő testület egyhangulag elfogadott és megbízta Nyíri Tibort közművelődési tanácsnoknak. A képviselők tájékoztatót hallgattak meg a fűtés-karbantartási szerződésekről készült belső ellenőrzési jelentésről. Kisatilla többek között szólt arról, hogy a szerződés a helyi vállalkozóval már akkor megköttetett, amikor még a többi árajánlat be sem érkezett. Az alpolgármester elmondta, hogy a gépkocsi beszerzéseknél is gyakran ezt a szerződéskötési formát tapasztalták. Kisatilla szerint ennek az eljárásnak gátat kell szabni, vagyis a törvényességet helyre kell állítani. Az önkormányzat ülés végén Konc Ferenc bejelentette, hogy a kormány 110 millió forint rendkívüli támogatást nyújt Szerencsváros önkormányzatának, mely összeget a folyószámla hitelek visszafizetésére fordíthatja. Egeri Zsolt bejelentette, hogy Heves János a 2011. október-november-decemberi képviselői tiszteletdíjával kívánja a nyárutó klub működését támogatni.